Június első hétvégén vette kezdetét idén a polgármesteri hivatal nagy sikerű rendezvénye, a nyári esték, mely holnap, szeptember utolsó szombatján zárul. Ami a számadatokat illeti, a 17 szombatra összesen 33 előadás jutott, repertoáron népzene, könnyűzene, szimfonikus előadás, operett részletek és meg annyi amatőr néptánccsoport fellépése szerepelt, ugyanakkor számos kezdő és helyi előadónak biztosított bemutatkozási lehetőséget a nyári esték. A jelek azt mutatják, hogy igény van erre, minden este telt terünk volt, és 33 fellépő lépett fel a 17 hétvégén, ugye két helyszínünk volt, a Bethlen negyedi park és a sétatér. Az idő kedvezett nekünk, csupán két előadásunk volt, amikor az unitárius templomba, Deák Ferenc unitárius templomba voltunk kénytelenek bevinni az előadást. Én gondolom, hogy örömét lelte benne kicsi, nagy, idős és fiatal. Úgy próbáltuk összeállítani az idei repertoárunkat is, ugye ez most már a harmadik évadunk volt, hogy a néptánc kedvelőktől, a komoly zene kedvelőig, a könnyű zenétől, az operettig minden helyt kapott. Ami a holnapi záró rendezvényt illeti, meglepetéssel készülnek a szervezők, akik bíznak benne, hogy jövőre ismét helyet kap majd a hivatal szervezte rendezvények sorában a nyári esték. Én bízom benne, hogy ez a rendezvény nem fog megrekedni csak a harmadik évadánál, és egy szép jövő elé néz. El kell mondjam azt, hogy visszajelzésként, hogy a város értékeli ezt a rendezvényt, azt hozhatom fel példának, hogy az egyik aranyos kis előadó párosunk, akik a sétatéren léptek fel, avval lepték meg a nyári este közönségét, hogy indulót, illetve himnuszt írtak a nyári estének, amit holnap este közvetíteni fogunk, illetve hát eljátszunk, és ott leszünk a téren. Ezen kívül kisorsoljuk a hűséges nyári este látogató díjakat. Sapkák, polók és tejabögrék lesznek. Szombaton, azaz holnap este 7 órától a Légió zenekar várja a lelkes közönséget a Bethlen negyedi parkban. Ezt megelőzően a sétatéren délután 6 órától Török Árpád kanzonetestet ad. A nyári estéket idén is mécses fényben búcsúztatják, aki teheti, látogasson el valamelyik említett helyszínre, kérik a szervezők.